Ako by som začala? Talán nem így. Tele vagyunk itten. Meg még többen jönnek. És én vagyok itt a megbízott, aki eztet itten jó készelektálja. Én mondom meg, ki marad itten, ki nem marad, mert a menedzserek nekem szóltak, és nálam ebben a döntés joga. Értsük? Eztet itten. Mert mindnyájan jószág vagytok. De nekem ki kell szelektálni azokat, aki nem kezdettől fogva az. Az elején talán kiszelektálom azokat, akiknek furcsa színű pigmentek vannak a bőrében. De hát, mivel ilyen nincsenek itten, úgyhogy ezt a rubrikát kihagyom, és tovább megyek a második pontra. Szóval a második kritérium. A jószágunk az, aki nyelvjárásba beszél. Szóval, nem a mi jószágunk az, aki kettős ponttal írja a nevében az ott, dupla F-et használ, Y-t vagy C-t és söbetűt együtt, tehát C-t, vagy vezetéknevét másképp írja le, mint ahogy mi szoktuk. Ennek utána persze nem a mi jószágunk az se, aki neve valamilyen nemesi familiát juttat az eszünkbe. A mi jószágunk következésképpen az, aki el tudja mondani vagy énekelni Tonase. Dokos tola cengajú, panenky sa zbiehajú, a ja ubožiatko, kolibem si dieťatko, a ja ubožiatko, kolibem si dieťatko. Aki eztet nem tudja, az nem a mi jószágunk. De ha az megesne, hogy véletlen valaki olyan lenne, aki az óra két pontot tesz, kettős F-fel vagy C-vel és sövel együtt írja a nevét, vagy az egész neve másképp íródik, mint a miénk, vagy valamilyen nemesi família jut eszünkbe róla, de tudja szavalni és énekelni Tonase, az sem a mi jószágunk. Mert az, hogy ezt tudja, kevesebb, mint az, hogy a nevét úgy írja, ahogy írja, vagyis nem a mi nyelvjárásunkba. Az ember agya, ha jó, könnyen be lehet tanulni azt erősködni, hogy ő jószág, azt ő pedig csak azt szeretne lenni. Na. Hát ez a primális szelektálás is hasonló még sok lesz. Eszerint a szelektálás szerint nem lehet jószág az, akit már primálisan kiszelektáltam, el kell mennie, és soha, hangsúlyozom, soha nem szabad visszajönnie, mert itt tömve vagyunk, azt még többen leszünk, mint ahogy aztat már nem mondtam az elején, mint ahogy aztat a menedzserek dirigálták nekem. Nem éltünk ott rosszul. Csak mindig magyarul kellett beszélni. Úgy is kellett tanulnunk, de otthon csak a miénken beszéltünk. A mezőn is a miénket énekeltük. Azon a tavaszon, hogy elvetettünk, apám azt mondta. Akkor mi lesz? Megyünk. A miénk már mind elmentek. Már csak mi maradtunk.
mondta ő. Pedig jól tudta, hogy most vetettünk. Úgyhogy elmentünk. Teljes 3 vagont töltöttünk meg a dolgainkkal. A házat ott hagytuk. A házat és a frissen beültetett földet. És őt is. Mit bámulsz ki mindig az ablakon? Nincs más dolgod, mint kibámulni? Nem bámulok, csak úgy nézdegélek. Ő már úgysem fog eljönni. Csak próbálná meg, letörném a derekát annak a szaros magyarnak. Almát adott nekem a legény. Aztán még egy körtét. Aztán megkérdezte, mi van a pendelyem alatt. Egyetlen almáért. Egyetlen. Hagytad, hogy megbámuljon köldöktől lefelé. Teliba. Hiába vigyáztál rá, apjok, semmit se vigyáztál meg. Jött egy nagy szél is, fölkapott. Még hogy szél. Egy magyar csendőr. Mindig csak morogtok rá. Ha semmi rosszat nem csinált nektek, akkor meg mit morogtok? Erős is, szép is, csodásan feszít az egyenruhájában. Akkor meg mi nem tetszik nektek rajta? Mindenki tudja, hogy az a rózsa, amit rágyadom mellett nő, büdös. Nagy hassal menni az új házba. Szép kis dolog. Gyorsan valami kotyvalékot kellene innod, hogy kimossa belőled. Meddig akarsz még várni? Fattyút hoztál nekünk a határon túlról, szép leányom. Nem várok rá többet. Hányszor mondtam neki, hogy jöjjön velünk, ő meg állandóan kifogásokat keresett, hogy így meg úgy. A hátamon valami megmozdult. Mintha nőni kezdene ott valami. Mi lehet az anyám? Az a hasadtól van neked. Ha, az a hasadtól van neked. Magam kell a világgal szembenéznem. Gondoskodni magamról és arról is, ami ott bennem van. De én soha nem esek térdre. Soha. Tóth vagyok. Gabriel Tóth. Az apám szintén Gabriel Tóth. Festő volt. A házakat festette ki kívülről is, meg belülről is. Azt akarta, hogy én is festő legyek. Mindig magával vitt, ha ment valahová festeni. Hát vödrökbe kevertem a festéket, kimostam az ecseteket, meg a hengereket. Nagyon szerette volna, ha én is olyan leszek, mint ő, de hát én nem akartam. Ráadásul elég ügyetlen is voltam. A nagyapa az asztalos volt. És ugyanúgy, mint az apámat és engem, hát őt is Gabrielnek hívták. Igazából a Tótoknál minden fiú Gabriel volt. Persze, különböző becenevekkel. Gabi, Gabo. Gapcsó. Gapko. De egyiknek sem volt több gyereke egy fiúnál. De nem volt se húguk, se öccsük. Generációkon keresztül. Nagyapa apját mindnyájan úgy szólítottuk, hogy apóka. Még ha az én dédapám is volt, és őt is úgy hívták, mint a nagyapámat, apámat és engem, hát mégis úgy hívtuk őt. Apóka nagyon öreg volt. Ő volt a legöregebb a házban, az utcában, az egész faluban. A keze remegett, és állandóan egy ingbe járt, és ugyanabban a nadrágban. Csak vasárnap húzta elő az ünneplőt, és a kalapjával együtt úgy ment a templomba. Nagyapa sokat mesélt róla. Téli este volt, és hársfából éppen egy lovat faragott nekem. Faragta a lovat, és közben mesélt. Sok mindent mondott nekem, de én
annyira örültem annak a lovacskának, hogy minden figyelmemet az a darabfa és a nagyapám remegő keze kötötte le. Na, ő mesélte nekem, hogy a Tóth családban mindegyik fiú Gabriel volt, és ő mondta azt is, hogy az a férfi, aki az Alföldön a fehér lovat tartotta a Svetopluk fejedelemnek, na pont úgy, mint mi, szintén Gabriel volt. A mai napig sajnálom, hogy nem kérdeztem meg akkor tőle, hogy miért van az, hogy egy ilyen ősi magyar család leszármazottai, mint az a bizonyos Gabriel Tóth, miért ilyen kis házikókban élnek? Kis kerttel, egy tehénkével, itt a Garam mellett, Szlovákiában. Na miért nem hoztad ide? Türelmetlen vagy, mint minden újdonsült apuka. Jó, de hát fiú lett. Na, izmos, mint az apja, a szeme a nagyapjáé, a fogai meg a dédapjáé. Egy csecsemőnek még nincsenek fogai, de erős és szép, mint minden gyermek. Elástam egy üveg szilvóriumot a kertben, hogy legyen emlékünk erre a napra. Na, azt mondtad, hogy erős az én kis Gabim. Erős és egészséges gyermeket született. Barna haja van. A szeme az meg olyan, mint a nagyapjáé. Nem éppen. Olyan szürkés, mint az anyjáé. Tényleg? Jó, hát nem baj. Hát valamit az anyjától is örökölhet, nem? Nem igaz? Főleg, ha minden mást az apjától örökölt. Az a fő, hogy mindent az apjától örökölt. Na. Pisilni is úgy fog, mint az anyja. Na, hogy úgy fog, mint az anyja? Hát guggolva. Na jó, de miért pisilne guggolva? Fiú és guggolva? Mi van, csak nem lány? Hogy ne úgy pisiljen, mint a családunk mindegyik más férfi tagja. Hát nem úgy fog. Ügyetlen vagyok. Ha nem tudnám azt, amit már tudok, hogy a családunkban mindig egy fiú gyermek született, és azt a fiút és az apát mindig ugyanúgy hívták, akkor nem kéne szégyenkeznem. Egy lány az maga a katasztrófa. A lány az nem fiú. Hát hiszen egy lányt nem lehet Gabrielnek hívni. Hát szégyellené magát, és én is. Ha szégyellenénk a közös nevünket. Mind a ketten. És mindketten megutálnánk azt az évszázados hagyományt, minden elődünkét, apáink apáinak apáiét, ugyanazzal a névvel. Azt az első Tótot ott a fehér ló mellett. Megöljük. Megyek, kiásom azt az üvegpálinkát, hogy nehogy pocsékba menjen. Találkozunk a kertben. Gyakran járok vonattal, oda meg vissza. Néha, ha muszáj, átszállok, de az nem fordul elő túl gyakran. Többnyire ugyanazon a szakaszon járok oda, meg vissza. Ugyanazok a városok, állomások, minden, minden ugyanaz. De ezeket a házakat, ezeket most látom először. Érdekes. Azt hittem már mindegyiket ismerem. Ez érdekes. Azt hittem, hogy mindegyiket ismerem, de ezek teljesen mások. Ezek nem olyanok, mint az én szakaszomon. Odafele sem, meg visszafele sem. Ez itt teljesen más. Érdekes. Hová utazik? Igen? Én nem is tudom, hogy hova utazom. Hazafelé? Igen? Hát, haza biztos, hogy nem, hiszen onnan jövök. Nem megyek sem Újfaluba, sem Lokba, sem Benedekbe, sem Kálnába sem. Hát miért vagyok itt, mikor nem is akartam itt lenni? Hát minek jöttem ki egyáltalán a házból? Talán a noteszomban benne lesz. Mindent írni szoktam, ott biztosan találok valami magyarázatot. Nem.
Semmi. Teljesen üres a mai nap. Nem kellett volna felszállnom a vonatra. Le kell szállnom azonnal, ha legalább lassítana, kiugorhatnék, de ilyen gyorsaság mellett nem lehet. Ki kell szállnom a következő állomáson. Kérem, segítene nekem ezzel a kufferrel? Bocsánat, de nem kufferrel jött, igen? Nem. Hát akkor... akkor nem hosszú útra indultam. Lehet, hogy elfelejtettem. Nem, azt talán nem. Én még soha nem felejtettem el a kofferomat. A kofferomat mindig magammal hordozom. De rossz vonaton vagyok, rossz irányba megyek, és még a kofferom sincs meg. Gyakran utazik így vonaton? Igen? Én? Utálok vonaton utazni. Nem szeretek így utazni. A vonatok késnek. Aztán meg ott vannak azok a piszkos állomások, összefirkált vagonok, az a sok tolakodó ember, egy rakás idegen ember a kupéban, a kofferjaikkal, a podgyászukkal, a szagukkal és az idegesítő kérdéseikkel. Igen? Nem szeretem. Én úgy érzem magam, ha vonaton utazom, mint valami marha. Muszáj innen kikerülnöm. A hipermarketben, mintha csak otthon lennék. Tudom, kicsit furcsán hangzik, de ez így van. Amúgy ki nem állhatom őket. Azt is utálom, amelyik nálunk otthon van. És a többit is. De főleg azt, amelyik nálunk otthon van. Mert miatta kellett bezárni a szomszédasszonyunknak az üzletét. Pedig oda szívesen jártam. Tudtam, hogy soha nem csap be, még ha soha nem is volt semmilyen akció vagy kiárusítás. De már nem járok oda, mert be kellett zárnia. Most kínai üzlet van a helyén. Oda meg minek járjak? Nem tetszik ugyan, de szívesen kóvájgok. Csak úgy. Van, hogy néha akár 10 órát is bent töltök. Van, amikor egyszerűen csak kidobnak. Na de minden szépen sorjában. A hipermarketeknek megvannak a maga szabályai. Talán éppen ezért tetszik nagyon. Nagy parkoló, előtte kereszteződés szemaforral. Aztán fotocellás ajtó. A meleg levegő fuvallata a hajban. Aztán még egy fotocellás ajtó. Balra az információ, jobbra a pénzautomaták. Polcok előttem. Rajtuk elektronikai cikkek, zene, ipari cikkek, konyhafelszerelés, bútor, minden lépésnél brutális árleszállítások, aztán fehér technika, ruházati cikkek, zöldség-gyümölcs gyorsbüfé, hús, sajt, édesség, pékáru, mindenféle élelmiszer és alkohol. A pénztáraknál mosolygós nők. Pip! Pip! És rögtön szembe kis üzletecskék. Legjobban azonban a zenei osztályt szeretem. Megszállottja vagyok a zenének. Felteszem a fülhallgatót, és élvezem a zenét. Mindet szeretek hallgatni. Pop, rock, népzene, klasszikusok, hazai vagy külföldi. Ráadásul a kábel elég hosszú ahhoz, hogy a kiárusításban lévő zenegépekhez lépjek, és megnézzem őket. Ezzel időt spórolok meg. Azt, amit egyébként két tevékenységre külön pazarolnék. Ebből a szempontból a hipermarketek tényleg csodálatosak. És teljesen mindegy, hogy hol van az ember. Például, ha Martinba megyek, ahol még sosem jártam, a hipermarketben a városom egy darabját találom meg. És mindjárt jobban érzem magam. Úgy érzem, hogy a pénztáros nők is ugyanazok. Pip! Hogy ott nem tudok elveszni, mintha csak otthon lennék. És ugyanígy Košicén, Banská-Bistricán vagy Trnaván, sőt még a határon túl is. Egy szóval mindenütt, ahol van hipermarket, úgy érzem, nem vagyok elveszve. De akkor is utálom őket. Mindig olyan dolgokat veszek, amikre nincs szükségem. És nem is lesz soha. Hát ez velem a szomszédasszony üzletében nem történhetett volna meg. Tulajdonképpen már nem is a szomszédasszonyom.
Már csak megszokásból hívom így, de nem lakunk egymás mellett. Úgyhogy már csak amolyan... nénike. És ez sem igaz, mert már nem is él. Nem is tudom, minek beszélek itt róla. Csókot! Csókot! Mit akar itt jelenteni? Milyen rendetlenség? Hát, amit ide hurcoltál. Egy hónapja csak rakosgatok, csomagolok, szortírozok, mindent ABC sorrendben. Ott van a konyha készlet, amott az ágynemű, a meleg ruhák az egyik dobozban, a nyári cuccok a másikban, a harmadikban a befőttek. És most ez. Mi a baj? Szilva. Szilva. A nappaliban. Azt az anyám látná. Le kellett szedni. Megrohadt volna. Kár lett volna érte. És pont ide kellett hurcolnod a nappaliba. Itt van a legtöbb hely. Persze, mert egy álló hónapig takarítottam. Mit morogsz állandóan? Leszedni. Persze, felőlem nyugodtan leszedhetted volna. Arra én sem mondanék semmit. A Szilvát le kell szedni, persze. De minek kellett az egész fát ide hurcolnod egyenesen az ebédlőbe? De miért? Mit kellett volna csinálnom? Úgy is kitépték volna tövestől. Akkor meg minek másztam volna fel rá, hogyha én is ki tudom tépni? Szilvát megleszedni. Legalább mindet leszedted? Elég Szilva lesz. Befőzésre is, lekvárnak is. Még pálinka is lesz belőle. Már magam előtt látom, ahogy a balkonon lekvárt, meg pálinkát főzünk. Éppen csak közben kiakasztom a mosást, meg bezárom a tyúkok. Hogy fogunk elférni a katlannal? Te ígértek pincét, akkor miért ne főzhetnénk ott pálinkát? Ígértek, ígértek. Franc, figyel, a pofájukat csak ígérgetnek. De hogy behurcoltad ide ezt a fát, azt az anyám látná. Te nem tudtad kint leszedni. De ott kint minden olyan poros. Úgy járnak ide a teherautók, mintha csak hazajárnának. A nagyapa ültette ezt a szilvafát, és most itt hever a szobában, aminek a falait apám saját kezével húzta fel. És te kivágtad ezt a fát, azok meg ott szétszedik a falat. Semmink sem maradt. Mi az, hogy nem maradt? Nézd csak, 300 kiló szilva, és mind egy fáról. Gúnyolodsz velem? Hát, csak gúnyolódj. Mindent elvesznek tőlem, amit szerettem. A fát, aminek mindig nekidőltem, és tudtam, hogy otthon vagyok. Minek fogok én most nekidőlni? Milyen fának? Tudod te egyáltalán, hogy mennyi fa van a városban? De egyik sem olyan, mint ez volt. Mit akarsz állandóan ezekkel a fákkal? Teljesen elborítottak. Fenn vagyok a fán. Az ágakon mászom. Magasan vagyok. Magasan a koronájában. És izzadok. Hihetetlen, hogy izzadok. Az izzadság patakokban csorog a testemről. Az orromon, a hátamon, a mellemen. Izzad a tenyerem. Csúszik a sima ágakon. Úgy érzem, nem tudom megtartani magam. Lenézek, és a fa alatt vattacukrot látok. Rózsaszín.
az izzadságcseppek rácsepegnek a vattára. Sejtelmem sincs, hogy mi van alatta. Attól félek, hogy ha jobban fogok izzadni, elolvad, és nincs ott semmi, csak a fekete üresség. Nem akarok izzadni. Ha nem fogok izzadni, nem olvad el a vatta cukor, és akkor nem lesz ott az a fekete sötétség. Nem tudom megállítani. Jól van. Ha itt lesz az ideje, kidobom a ház elé, és kész. Olyat ültetek neked, aminek neki tudsz dőlni. Ordítani is, hogyha akarsz. Egyenesen a blokk elé, hogy megnyugodj. Jó? Ha én megkérdeztem a mi menedzsmentünket, hogyha már ők olyan eszesnek tartják magukat, csak mondják már meg nekem, hogy delegáljuk azokat a polgárokat, akik nem a mi országunk, de annak muszáj lenniük. Azt mondták nekem, hogy ha már ők engem ezzel megbízattak, nekem kell tudnom, hogy hogy. Én még ilyet a büdös életben nem csináltam. Oszhát kifundáltam valamit. Hát a falusi megafonyban nem jelenthetem be, mert hát egy udarban ketten is vannak ugyanazzal a néve, osztal az egyik a mi országunk, a másik meg nem. Hangszóróba szólva nem delegálhatok semmit. Hogy levelet nyomtassak, avval a menedzsment nem számol, de facto úgy sincs pénze. Szóval emégyen se lehetne bírni a dologgal. Próbáltam még valamit kisütni, de semmi se jött az eszembe. Aztán meg egyszer csak az ugrott be nekem, hogy a férjem a papírgyárban dolgozott, azt egy csomó fehér papír van nekünk otthon, lehet vagy 170 000 darab. Annak már két ilyen megbízattatása is elégnek kell lenni, már minthogy delegálni a polgároknak azt, hogy birtok vagy, ha nem. Gyak vipadnó. Na, hogy úgy is lett. Mindegyik papírt elhasználtam. Mindet az utolsó fesznék. Az otthon meg hát maradt egy szoba üresen. Hát jó kifundáltam én ezeket azokkal a papírokkal. Még a menedzsment is megdicsért, hogy ilyen okosan és ócsón kifundáltam. A vonatok már gyerekkoromtól kezdve üldöznek. Anyám anyjának, vagyis az én nagyanyámnak azt mondták, amikor a vonatra rakták, hogy a férje az állomáson fogja várni, hogy a végállomáson. De azt senki nem mondta meg neki, hogy hol van az a végállomás. Neki nagyon hosszú volt ez az út vonattal, mintha egy egész örökkévalóságig tartott volna. Csak bámult ki az ablakon, de semmit sem látott. Nagyon félt, csak sírt. A vagonban emberek ültek, családok kisgyerekekkel. Az utcájából voltak, de ő nem is tudta, hogy ki ült mellette, mert annyira félt. Aztán megérkeztek a végállomásra. A férje persze nem volt ott, azt csak ígérték. Egy házban kaptak szállást, ahol hideg volt. 22 éves volt akkor. Maga ment el egy idegen világba, a gyermeke nélkül. Az itt maradt. Aztán abba a házba egyszer csak gazdák jöttek Csehországból, és válogattak közülük. Te! Én azt mondom, hogy ezt elviszem magammal. Ó, erős karja van, és jók a fogai. Vigyük ezt is. Ezt a nőt is. Jó erős lábai vannak. És szép a haja. Haja. Fodrászhoz nem fogjuk őket küldeni. De fogoroshoz el kell küldeni, az meg nem kis pénz. Majd ledolgozza. Ugye, kislány, hogy ledolgozod? Na. A nagymamám nem félt a munkától, de féltette az otthon maradt kisgyermekét és a férjét, aki nem várta őt az állomáson, habár azt ígérték neki. Látod, hogy rábólintott? Hát, akkor meg miért ne vinnénk magunkkal? Mit bánom én, hogy mennyit is viszünk? Munka van kettőnek is bőven. Meg aztán ingyen vannak. Nagyon sokat dolgozott, de a munka semmit nem jelentett a számára.
Az, hogy egyedül voltak idegenben, az sokkal rosszabb volt. Aztán 3 vagy 4 hét múlva eljött utána a férje a gyermekével. Sokkal jobb volt, hogy együtt voltak. A férje a traktort kapta meg, ő pedig a mezőn dolgozott, és vitte magával a kisgyermekét is. De hát, mit lehetett tenni? Bűnösök voltak. 22 évesek voltak, és már is háborús bűnösök. Ma csak ennyi tej volt. Nem megmondtam, hogy rossz az a tehén, hogy el kellett volna adni. De amikor olyan szép. Nem baj, igazad volt. El kellett volna adni. El is fogjuk. Eladjuk. A németeknek. Azok most mindent visznek. Amit csak bírnak, visznek, ha kell, ha nem. Hát akkor meg miért nem adnánk el? A tehén nem volt hibás, csak a nagymamám nem értett a fejéshez. Szóval a vonatokkal nincsenek jó tapasztalataim. Nem tudok aludni. Mintha minden oldalról nyomna minden. Ezek a falak, amelyek nem olyan színűek, mint amilyeneket én szeretnék. És ez a sok szent kép semmit nem jelent nekem. A padlók, az ajtók. Csendesebben, mert mindenkit felébresztesz. Itt papírból vannak a falak. Vagy mi? Mondom, csendesebben, mert mindenkit felébresztesz. Itt papírból vannak a falak. Hát csak mindenki tudja meg, hogy én itt nem vagyok otthon. Hozzak neked egy tablettát? Úgy fogsz aludni, mint egy csecsemő. Én nem fekszem ebbe az ágyba. Ez nem az én ágyam. És az az ágy nem is sem az enyém. Itt minden idegen nekem. Hogy idegen? Hiszen most ez itt az otthonunk. Most itt vagyunk otthon. Én itt soha nem leszek otthon. Az otthon az ott volt. Akkor meg nem lehet itt. Az eddig volt. Most ez itt az otthonunk. És meddig? Addig, amíg megint tovább kergetnek bennünket, mert ide se tartozunk. Gyere inkább aludni, hogyan? Majd holnap erről beszélünk, jó? Nem tudok aludni. Hozzam azt az altatót? Nem kell. Akkor egy pohár tejet. Nem kell. Na, jobban leszel. Mi van a tej? Sem kell, akkor mit akarsz? Reggel össze akarom szedni a holminkat. Kenyeret készíteni az útra, és visszamenni oda, ahonnan jöttünk. A saját dunyhában szeretnék heverészni. A saját falaink között, és végre szülni egy gyereket. Ezt akarom. Ezt hallgatom már 4 éve. Elegem van. Holnap korán kelek. Sok munkám van, nem fogok itt feküdni melletted egész éjszaka. Tudod, egész nap talpon vagyok. Egy pillanatra nem állok meg, hazajövök, és még csak nem is főztél semmit. Nem főzök idegen fazekakban. Szidod az ágyneműt, de kivinni és kiszellőztetni azt nem. Miért nem rakod ki a levegőre, hogy átfújja a szél? Nem fogom más ágyneműjét hurcolászni. Akkor meg miért nem csomagolod ki azt, ami a ládában van? Miért nem szeded ki a fazekakat, meg azokat a holmikat, amiket otthonról hoztunk mert el? Tudom, hogy egyszer még hazamegyünk. Egy reggel fogjuk magunkat, és megyünk. És én nem akarom ezt a percet átaludni. Készen akarok állni erre a pillanatra. Ki hordja a nadrágot? Úgy gondolom, hogy én. Mindent én csinálok. A mezőn az apám után a munkát, és a házban az anyám után is. Főzni, kaszálni, lisztet őrölni, és még a gyerekről is gondoskodni. De én soha nem estem térdre. Bizony soha. A nagymama megint összeszarta magát az ágyban. Nagyapának kihullottak a fogai. Mindenütt kerestem, de nem találtam meg. Ma csak leves tehet, de te fogod etetni. A szüleinkről gondoskodunk. Úgy, ahogy azt egy rendes családban szokás. Mit szólna a falu, ha nem gondoskodnék róluk?
az egész világ kigúnyolna. Én nem vagyok érdekes. A munkába visszamegyek majd, ha végsőkig gondoskodtam róluk. Tartson, ameddig tartania kell. Levesből van elég. Még egy egész fazékkal maradt tegnap estéről. Tényleg a kenyérhez elég lesz 10 kiló liszt? Nem lesz kevés? Ha kevés lesz, dagasztunk még, de abból a kalács is kijön. Bacsik néni kiköpte a kását. Állítólag ilyen rossz kását, mint a miénk még életében nem evett. Mit? Egyenesen a nagyapó ágyába köpte. Azért is volt olyan nehéz megtalálni a fogait. A kása jó volt. De rendben. Főzök másikat, hogy jól lakhasson. Tablettáit megkapta? A kásában volt. Másképp nem veszi be. Ja, és a tisztelendő úr kérdezi. Kaphatnék egy visnyói csajt sahacskával. A legnagyobb házat kaptuk a faluban. Mindenki irigyelt minket érte. Az a ház sokkal nagyobb szenzáció volt, mint azt, hogy dagadhassal jöttem. Azt észre se vették. Sem azt, hogy nincs velem a férjem. A ház nagyobb volt, mint a hasam. Jobban ingerelte a szemüket. Na mi lesz, megkapja azt a visnyovi csajt? Előbb misézzen, aztán megkapja. Akkor meg még ráér. A tanítónéni az evangéliumot olvasta, és mindenki elaludt. Még csak a mi atyánkon sem jutottak el. Megint. 10 éve csak az evangéliumig. Mindegyik elesettet a szárnyam alá vettem. Ki más, ha nem én? Hát csak én tudtam ezt megtenni. A ház hatalmas. Mindenki elfér benne. Senki se fog egyedül haldokolni. Igaz? Ja. A faluban nekem van a legerősebb karom. Úgyhogy bedagasztok a kalácsra is. Mindenkinek. Mindenkinek, akit befogadtam. A név, amit örököltem, valaha jelentett itt valamit. Ha valaki azt mondta a tót, mindenki tudta, hogy ez az a tót, és nem valamelyik másik. A névnek súlya volt. Mindenkinél. Nem loptam, és nem is valahogy kisajátítottam, hanem örököltem. Örököltem az őseimtől. Ez a név generációkon keresztül öröklődött. Ez a név öröklődött a családunkban generációról generációra. Apáról fiúra, férfiról férfira. Azért volt ilyen jelentős. Zengő és hatalmas. És a kocsmában a tót egészségére ittak, akkor az igazi vászat volt. Ám csak úgy tessék, lássék. De igazi vedelés. Tót egészségére, halljátok? Ne kiabálj, a kocsmában már úgy sincs senki. És akkor mi van? Mi alszanak talán? Gyurka, ébredj! Gregasz, te is, drögönya, ki az ágyból? Megárgyultál! Hallod ezt? Nem hallok semmit. Mindenütt csönd van, csak te üvöltesz, mint a pávián. Nem. Hallod ezt a különbséget? Ugye, Gyurka, Gregasz? Ugye, drögönya, halljátok, ti is? Hallod ezt? Semmit se hallasz. Semmit. Olyan vagy, mint a süket fajd, és női füleid vannak. Tótra! Ez a név igazán jól hangzik. Mint hármatok nevénél különb. Hát tótra ígyunk, fiúk! Akkor azt mondd meg nekem, hogy miért pont nálam kellett elpaszódnia ennek az egésznek? Ha miért volt előttem mindenkinek fias, pont nekem nem? Mondd meg, rossz nőt vettem volna feleségül? Egy nőt kis mellekkel? Az olyan, mint neki van. Az olyan, mint neki van. Soha nem lett volna elég a család fiainak. Nem úgy nőtt volna tőle, mint ahogy egy fiúgyermeknek nőnie kell. Vagy én voltam a hibás. Szóval, mondd, ha olyan okos vagy, hát én vagyok a hibás. Holnap elviszed innen az asszonyodat. Autóra rakod és elviszed. Hát újjal fognak mutogatni rám.
és köszörülni fogják rajtunk a nyelvüket. Na, ez az, akinek nem fia született, azt mondják majd. Az, aki a nevét nem hagyhatja senkire. Legszívesebben szétverném a pofájukat, és egyenként törném el az ujjaikat. Mondtam már, hogy ne ordíts. Bemegyek a kocsmába, és mindenkinek szétverem a pofáját. Az én családomban mindenki fiat nemzett. Hova talakszol? A kocsmában senki sincs már. De már a kocsma sincs, sehol nincs, semmi, semmi sincs itt. Mondom neked, fogd az asszonyodat és menj. Egy kis tisztelettel légy iránta. Negyedik napja fekszik ott, kezd szétesni. Szegényke. Ott temessetek el, ahol otthon vagyok. Ezt mondogatta. Mostanság sokszor mondogatta. Szinte minden nap. És akkor én most mit tehetek? A családom mindig ide temetkezett, és nem máshova, hanem ide. Akkor én most hogy temessem ide, ha megtiltották? Ha még csak úgy tiltották volna meg, de nem. Nem. Ők hivatalosan tiltották be. Nem tudom eltemetni. De ott sem tudom eltemetni, hiszen ott sincs otthon. Hát azt nem tehetem meg, hiszen a szavamat adtam neki. És egy Tóth szava, az egy férfi szava. Ezt nem tehetem meg vele. Hiszen megígértem neki, és a Tóth ígérete, az egy férfi ígérete. És ha a szavamat megszegném, és még csak fiam sincs, hát mi lenne belőlem? Akkor csak amolyan senki házi lenne belőlem. Szóval, mit csináljak? Ássak egy gödröt félúton. Ha még egy fiút se kaptam tőle, és akkor még egy gödröt is ássak neki. Nem, ez nem volna jó. Ha úgy néz neki, ha oda temetném őt, akkor engem is mellé kellene. Hanem úgy van. Hát persze, hogy igen. És a szégyen lenne. Az utolsó Tóth sírja. Félúton Emez és Amasz között. Akkor ott temesd el. Az nincs olyan messze innen. Azt még kibírja. Reggel nem lesz ott senki. Mennyi gyerek van a kertben? A ablakomból, majd a 8. emeletről, majd rálátok a hűtőtoronyra, amelyik pontosan ezen a helyen fog állni. Egy óriási sírkő, amelyik minden nap eszembe juttatja majd az én meg nem született fiamat. Ha már így kell lennie, akkor legyünk együtt, mindnyájan, egy helyen. Együtt, egymás mellett. Nem fogok én ásni semmit sem amott, sem félúton. Minden nap kimegyek a kertbe, és nézni fogom az ablakból azt a nagy sírkövet, amit ide építenek. Ezt fogom csinálni. Átkozott erőmű. Dokoztól a cengajú, pálenki száz biehajú. A ja u Božiatko, korivem si dieťatko. A ja u Božiatko, korivem si dieťatko. Do kostola cengajú, panenky sa zbiehajú.
A ja, úbožiatko, kolibem si dieťatko. A ja, úbožiatko, pochoval som. Közhírét étetik minden polgárnak, amíg még nem látta volt a mi dombunk detonálását, győjönek hát aztat mennézni. Csak egyszer fogunk detonálni, repríza nyebugye, akinek gógyja van, megérti, mert hát csak egy dombunk van nekünk itten a határban, amit detonálással el lehet csuvasztani. Szóval, ismételni már soha többé nem lehetséges. A mi dombunk detonálása ma volna 13:30, s a polgárok találkozása a Csirkés Mari háza elé van plánovába, melyik az utolsónak állna ott, de ami nem azt jelenti, hogy a detonálás után is az lesz az utolsó. Amelyiknek nem erős a náturája, vagy aki a szívére gutta ütéses, ne is dőljön oda, mert a detonációs grup szerint, ami ezzel megbízva van, a nem való az ilyeneknek. Ezután, a detonáció után egy nagy erőmű falazódik fel itten, aki pont úgy lesz hívva, mint a mi falunk, s arról fognak ismerni minket az egész világon. A népek ezen a kontinensen, a népek a tengeren túlon, a fekete népek, meg a népek a járásunk keleti végéből. Még egyszer szóval megismételem a hirdetményt, amit éppen most adtam elő. Amelyek még soha nem láttak a detonálását a dombunknak, azoknak 13:30-kor lehet mennézni, azt, aki nem akarja, vagy a szíve guttaütéses, az ne gyűjjék, de azok Isten úgyse már nem fogják látni ezt soha. Bassza meg! Az első gyermekünket várom. Igen. Kezdetben nagyon örültem neki. Kellemes volt, amikor nőni kezdett a hasamban, meg rúgdosott. De az igazat megvalva, ez a nagyhas nagyon korlátoz a mozgásban. Nem tudom, nem, például nem tudom bekötni a cipőmet, hogyha nem kötöm be, hogy járok. Na, nekem legjobban a hagyományos nevek tetszenek, az ilyen bibliaiak, tudjátok? Simon, Matyej, Lukás. Na de várjál, honnan tudod, hogy fiú lesz? Hát ne viccelj, tiszta az arcbőröm, széles a fenekem, mindenki ezt mondja, 100%, hogy fiú. Hát én, ahogy így elnézem, ez lány lesz, ez hegyes lány. Has, és az arcon, azok a foltok, igen, igen, lány. Tudod mit? Nekem meg mindegy. Hagyom magam megletni. Hát ezt nem gondolod komolyan. Hát akkor milyen színűre akarod festeni a szobát, ha nem tudod, hogy mi lesz? Kék rózsaszín kombinációra festem, semmit nem rontok el vele. Ugyan már csajok, mit vacakoltok itt a színekkel? Csak semmi gyerekes manírok, jó? De egyébként a kis Simonka szobája narancsárga lesz. Jó. Ha végre megszülök, megkönnyebbülök. Minden könnyebb lesz. Minden. Kiszaladni a házból, átmenni egyik szobából a másik, a vécére se kell majd annyit szaladkálni. Igen. Én csak azt nem tudom, mihez kezdjek egy gyerekkel? Ez a hely felőrli. Meg mi van, ha elkezd járni? Mit kezdjek azzal a sok szorongással, meg félelemmel? Mégiscsak itt bennem a legjobb neki. Inkább kibírom ilyen nagy pocakkal. Végeredményben nem olyan rossz dolog. Te milyenre festesz majd? Hát én már kifestettem. 3 hónapja rózsaszínűre. Kislány, dehogy is, hát fiú lesz. De én azt akarom, hogy kezdettől fogva értsen a lányokhoz, és ne amolyan izmos mamlasz legyen. Ja. Klasszikus zenét engedek neki, Vivaldit, Bachot és Mozartot, és nem olyan tuc-tuc marhaságot. De a hasad spicces. Jaj, én nem hiszek az ilyen hülyeségekben. Voltam ultrahangon 100%-osan fiú. Esteban. Az apja után? Dehogy is az apja után. Nem elég, hogy azt a vicces vezetéknevét viselj, majd még a keresztnevért is szégyenkezzem, persze. Én biztos, hogy felépítek neki egy házat. Hogy legyen mire alapozni, igen, tudjátok. Ez jó, kertes ház, kutyával, hogy nyugalom legyen. Pontosan. Alig várom, hogy a gyermekem úgy
kiessen a hasamból. Hogy kiházik. Igen. Inkább soha se szülök. Úgy lesz a legjobb. Az érem a kulcs a hipermarketekhez. Ha van egy érmünk, akkor már fél lábbal benn is van az ember. Behelyezzük az árba, és lehet is menni. Mivel sok időt töltök itt, figyelem a körülöttem lévőket. Vizsgálgatom. Sokan egyáltalán nem tisztelik az érméket. A bevásárlókocsiban hagyják. Ezeket szeretem természetesen a legjobban. És bizony nincsenek kevesen. El sem tudják hinni, hányan képesek ezt megtenni. Teljesen mindegy, hogy szórakozottságból, jótékonyságból vagy feledékenységből. A lényeg az, hogy ott hagyják. Ma azonban nagyon síralmas a helyzet. Még senki sem hagyta ott az érméjét. Még azok sem, akik rendszerint így cselekszenek. Nem fogom szépíteni. Vannak ilyen napok. Nagyon sok ilyen nap van. De hogy ez menjen? 3 héten keresztül ilyet még nem tapasztaltam. Tegnap még a szökőkútban is megnéztem. Ott sem volt semmi. Még a templomi adakozókasszában sem. Sehol semmi. Mintha minden szabad érme eltűnt volna a körforgalomból. Ez elképzelhetetlen. Rettenetes lenne. Ez azt jelenteni, hogy soha nem jutok be. Hogy nem fogok zenét hallgatni. Hogy nem fogok csorni a pisztáciából, vagy a péksüteményből. Én azt hiszem, hogy nem bírom tovább. Ha nem lesz ma valaki szórakozott, jótékony vagy feledékeny, azt hiszem, ilyen fogok dögleni! Nem vagy ilyen? Nem. És van? Igen. Ha fázni fogsz, én megmelegítelek, elvégre a mamád vagyok. És a mamák így szoktak tenni, rád lehelek, ha fázni fogsz. Jó? Betakarjanak? Betakarjanak? Ne kényeztesd, mert úgy marad, és olyan elkényeztetett lesz. Csak nem azt akarod mondani, hogy nem kellett volna idehozni? Nézd meg, milyen édes. Nézd meg, milyen édes. Nem édes? És zárd be az ajtót, meg az ablakot, mert húzatot kap. Ugye? Az én bogaram. Igen. De hiszen ez csak egy közönséges kutya. Előbb a fa, aztán ez a ház, amiben nem lehet aludni, és most még ez is. Ugye? Drágám? Drágám? Drágám! Ez csak egy kutya. Nem. Úgy vigyázok rád, mint a szemem fényére. Senki sem bánhat. Engem mindig vertek otthon. Ha eltörött egy tányér, anyámtól már jött is a pofon. Feleselés az anyámmal, bottal a hátamra az apámtól. Úgy, hogy aki bántani mert téged, azt megölöm. Ugye? Nem hagylak, Petrik. Nem hagylak. Kis bogaram, drágám, Petrik. Drágám, kérem. Vigyázz rá. Ez a halacska nagyon öreg, de nagyon drága a számomra. Persze nem az ára miatt, hiszen ilyen halacskát 50 koronáért lehet venni a boltban, de nekem úgy általában nagyon drága. Ez a halacska a nagymamámé volt, még Csehországból hozta. Nagyon öreg, hiszen még a nagymamámé volt, és ez egy halacskának nagyon sok idő ám. Kicsit, mintha furcsán úszna, nem? Csak nincs rosszul. Olyan öreg, hogy gyakran hassal felfele úszik, és akkor nekem kell felélesztenem. Sokkal több oxigénre van szüksége, mint más halacskának. Úgyhogy élezgetnem kell. Eddig még egész jól sikerült. Nem érezné magát jobban otthon, az asztalon,
az ablak mellett. Én úgy gondolom, hogy a halacskák nincsenek utazáshoz szokva. Én őt mindig magammal hordom, mindenhová, ahová csak lehet. Azért, hogy rögtön felé leszem, ha netán hassal felfele kezdene úszni. Kötődöm hozzá, úgyhogy nem engedhetem meg, hogy meghaljon. Ha a halacska velem van, akkor tudom, hogy otthon vagyok, bárhol, mindenhol, ahol együtt vagyunk. Ő az én otthonom, az én biztonságom, és nem hagyom, hogy megdögöljön. Soha, 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 soha nem hagyom. Hiszen ő az én nagymamám. Ez a halacska a nagymamám. Te is megléptél, ugye, barátom? Otthon mindenféle értelmetlen szabályok, hogy oda ne pisíj, ott ne ugrálj, az az én papucsom. Ne ullasd a szőrödet. Te szőrös, elkóborolt, szőrös, szőrmók. Te értesz engem, ugye? Ki vagy te egyáltalán? Kutya vagy, vagy macska? Persze, hogy nekem ez mindegy, ez mind nem kell félned. Nincsenek előítéleteim. Az emberek nem könyörülnek meg egy másik emberen, állatokon talán igen. Ez talán működik majd. És utána majd bemegyünk. Na mit szólsz? Együtt szépen bemegyünk. Engedünk valami jó kis zenét. Engedünk valami jó kis zenét. Filmet nézünk. Csórunk a pisztáciából, meg a péksüteményből. Bejössz velem? Bejössz velem? Bejössz velem? Most egy kicsit füllentettem. Mert a kutyák nem mehetnek be. Kint kell maradnod. Ez amolyan szabály. Érted? A kutyák nem mehetnek be. Még a vakvezető kutyák sem. Ha most együtt bemennénk, akkor biztosan kidobnának. És soha többé nem mehetnék be. Hé, valami nem stimmel veled, szörmók. Talán, ha kicsit ugatnál. Az az érzésem, hogy nem csak, hogy minden érme eltűnt a körforgalomból, de az emberek meg is vakultak. Ugass. Nem ugatsz? Nem? Kutya vagy, vagy nem? Te valószínűleg macska vagy. Egy macskával nem tudok mit kezdeni. Egy macska számomra semmit nem él. Ki nem állhatom a macskákat? 500 gram húsra van szükségünk. Az a legfontosabb. Hát meg persze a grillező, az is nagyon fontos. Ha enni akar, mosson kezet. Azután szükségünk lesz sóra. Őrölt borsra. A húst megmossuk, megszárítjuk egy törlővel, jól megsózzuk és megborsozzuk. Petrik! Petrik! Olyan különös érzés van a hasamban. De nem csak a hasamban. Mintha pillangók röpdösnének bennem. Felrepülnek és megcsiklandozzák a fantáziámat. Ez nagyon kellemes, mert a jövőre nyitnak kaput, és ott látom mindhármunkat. Aztán egyszer csak a pillangók meggondolják magukat, és lefelé kezdenek el repülni, és akkor hány inger jön rám? Tényleg nem látták az én Petrikemet? A húst a grillezőre tesszük, és átsütjük. Aha, aha. Egy olyan darab hús jó lesz. Az elég sok hús. A munkából egyenesen haza szoktam járni. Oda jár még Gregas, Gyurko és Drögonya. Oda járunk szinte mindjárt a faluból. Abba az erőműbe, ami a házainkon áll. A mi utcáinkon, a fáinkon, a mi kocsmáinkon. Oda járunk minden nap. Reggel mindig elmegyek az egyes blokk hűtőjéhez, és egy csokor virágot teszek le oda. Hova tűnhetett, Petrik? Minden reggel így teszek. Nagyobb emlékművet sehol a környéken nem lehet találni. Csak ott, a mi erőművünkben, amit pont úgy hívnak, mint a mi falunkat. Buchovce. Sehol sincs olyan telep, mint a miénk. 8 óriási kéménnyel. Ahányszor ránézek, tudom, hogy ide tartozom, és sehova máshova. Itt nem érzem jól magam. Biztos nem a megfelelő helyen vagyok.
Lehet, hogy valahol máshol kellene lennem. Petri? Csak hol? A vonatra már soha többet nem szállok fel. Megint rossz helyen szálltam le. Az egyáltalán nem baj. A fő, hogy tiszták a kezei, piszkos kézzel nem ülünk az asztalhoz. A kezem tiszta, ebben teljesen biztos vagyok. A nagymamám szívét masszíroztam, úgyhogy tiszta. A húst kb. 15 percig grillezzük. De ez nem olyan fontos. Sokkal fontosabb, hogy puha legyen. Ha megpuhult, akkor rendben van a dolog. Én nem tudtam, hogy ilyen jól tudok főzni. A mamám csak a teát meg a darakását mutatta meg. Imádkozzunk. Háromszor mi atyánk, zdravasz. Mi atyánk, zdravasz. Mi atyánk, zdravasz. Uram, áld meg ezeket a javakat, melyeket a te kegyelmedből használni fogunk. Amen. 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 Egészségünkre. Egészségünkre. Tótra, fiúk! Megérinthetem? Meg. Szép. Szép, amikor a gyerek a hasinkban mocorog, de ez csöndben van, nem rugdos? Nem, nem rugdos. Hm. És akkor mit csinál, hogyha nem rugdos? Alszik és nő. Hatalmas. Persze, hogy hatalmas, hiszen túlhordja. Nem hordom túl, várok. Vársz, és mire vársz? Míg a nap nyugaton kell fel? Amíg nem nő fel, nagynak és felkészültnek kell lennie. Mindenre felkészültnek. Még mindig csendben van. Azért rugdos néha? Rugdosott. Nem is olyan régen. Lehet, hogy már nem él, ha nem rugdos. Ha nem élne, akkor kijönne belőle. Nem igaz? Hát biztosan kijönne. Ugyan mit tudhat egy kertész az erőműből a gyerekekről? Annyit értesz hozzá, mint tyúk az ABC-hez. Csak egy nő érti az ilyen dolgokat. De ez se tud sokat, ha ennyire fél. De hiszen nekem már van egy gyermekem. Én pontosan tudom, mit kell egy gyerekkel csinálni. Törődöm vele, etetem. Vigyázok, nehogy megfázzon. Este puszit kap tőlem. Puszit. Az én kicsinyem. Az én Petrikem. És hol van? Elszaladt valahova, de visszajön. Mindig visszajön. Aha, szerintem én meghalt. Még hogy anya elveszíti a gyermekét. Kér még valaki kenyeret? 6 porontyom volt. 2 jány, meg 4 inas. Az inasok rámütöttek a jányok az apjukra. Győztem dolgozni és szülni is. Mindent, amit a management kitalál, szó nélkül megtettem, akár gyerekkel a karomon. Megjegyeztek engemet, úgyhogy még a management is tisztelt. Tényleg nem látta senki az én Petrikemet? Nem tűnhetett el csak úgy nyom nélkül. Hogy nézett ki a te Petriked? Mint minden más gyerek. De mégis hogyan? Nagyobb volt, vagy kisebb? Hát amolyan gyerek volt. Gyerek! Petrik! Petrik! Petrik, gyere anyucit hoz! És milyen öltözéke volt? Amolyan gyerekruhák. Kicsik. Petrik, hallasz? Ha szaladni tud, akkor már beszél is, ugye? Ugatott. Kutya volt. Úgy nézett ki, mint egy kutya. Petrik! Semmilyen kutyát nem láttam. Egyenek. Biztos, hogy rossz helyen szálltam le. Mi azt talán nem ízlik? Én nem tartozom ide. Már hogy ne tartoznál? Tegyél csak. Most ugyan itt vagyok. De legszívesebben felállnék és elmennék oda. Ennek ellenére tudom, hogy ha odaérek, akkor majd ide akarok jönni. Mi a Szűz Máriának szelektáltam én éveken keresztül, ha ilyen emberek is vannak itten, s hangsúlyozom, nincsenek is kevesen, akik nem tudják egyértelműen megmondani, hová is tartoznak. Megkapták a nagyszülőtök a fehér levelet? Megkapták. Akkor meg oda kellett volna menni és ott maradni, ahol otthon vannak rendesen, ahová szelektála szerint tartoznak. De ők nem magyarba mentek, őket a vonat Csehországba vitte. Na és? De ők nem voltak csehek. Mi? Tehát magyarok voltak, mikor Csehországba transportáltak őket. Mi a fészkes fenének transportáltak volna őket oda? Magyarok voltak, és vonattal oda transportálták őket. Mindenkit külön, kényszermunkára. Én tudtam, hogy nem lehetek bűnbak, hiszen azt az eszem is megsúgta. Nem jó vonattal lettek a nagyszüleit transportálva. Magyarba kellett volna menniük a terv szerint, ahogy a management kiplánovalta, nem csehibe. A nagymamám azt mondta, hogy arra a vonatra szálltak fel, amit mondtak nekik. 70 000-en kerültek így oda. Az egész beszart. Maga melyikkel jött? Azzal, amelyik idejött.
És ott van, ahol lennie kell. Úgy, ahogy az írva volt. Vonatok, tehát rendesen jártak. Aki megtévedett, másképp ment el, mint kellett volna. Nem úgy, ahogy azt terveztem a vezetéknevek alapján. Beszart és kész. Az egész családom idejött. Csak az én párom nem. Ő ott maradt a másik oldalon. Akkor biztosan olyan neve volt, hogy ott kellett maradni. Az eszem is azt súgja. A szelektálásnak szigorúnak kellett lennie, mindegyik ország minden egyes polgárának. Másképp keveredés lett volna. Nem lett elszámolva a nem hivatalos kapcsolatokkal, olyan vad kapcsolatokkal. Erős volt. Magas. Nagy kezei voltak. Minden a nagy volt. Mielőtt ide kellett volna jönnünk, megfogta a fenekemet, felhajtotta a szoknyámat, és teljes erővel belém hatolt. Olyan vad volt, hogy elfelejtettem kiabálni. A kocsmába vezető lépcsőkre támaszkodtam, a fejemen a szoknyám átvetve, és ő csak mint egy vadka nyomakodott belém hátulról. Amikor befejezte, megkérdezte, hogy tetszette. De én nem tudtam, mit mondjak. Egész testemben reszkedtem. Mindent a terv szerint csináltam, ahogy azt a management dirigálta. Senki nem mondhatja azt, hogy valamit rosszul vagy másképp csináltam volna. A hasam hatalmas, de üres. Sötét van ott, és csend. Én nem ismertem meg a szerelmet, és nem tudom, hogy mi az. De térdre nem estem soha. Ha csak nem a templomban, vagy amikor a padlót mostam föl. Máskor nem. A mi erőművünk a legnagyobb az egész vidéken. Mindenhonnan jól látható, és mindenki tudja, hogy hogy hívják. De csak én tudom, hogy mi van alatta. És miért százszorta nagyobb számomra, mint másoknak. Degeszre tömtem magam. Úgy teletömtem magam, hogy szétreped a gyomrom. Szeretném magokat a mi kis kultúrházunk nevébe, melyet épp én igazgatok, megkérni, hogy hagyják ezt a tabba, de gyorsan, mert nekünk nincs ilyen parádéra szükségünk. Pakoljanak be, azt menjenek oda, ahol tágasabb, ahol nem fognak minket zavarni a legjobb, ha a mi városunk határain túl. Minket más művészek szoktak látogatni. Vannak még a fővárosból is, van, hogy 8-szor is egy évben. Az eszem is azt súgja, hogy azért jönnek ide, mert hogy olyan nagy a mi kultúrházunk. Olyan, de egy szusza azt is hozzárakom, hogy maguk már oda nem férnek bele. Nem férnek oda. Oda bele. Ismétlem a hirdetményt. A helyi kultúrház nevében, melyet épp én igazgatok, felszólítom magukat, hogy gyorsan nőjenek fel, azt minél hamarabb menjenek innen, azt soha többé már ne is jöjjenek vissza. Vége a városi kultúrház hirdetésének. Konyec hlásenia!